Belesz Alexandra Advent című írása Török Tünde hangján. István, átmegyek, megnézem a Marika nénit. Szólok be a szobába a férjemnek, aképpen az aranyszínű gömböket aggatja fel a tömzsi alacsony karácsonyfára. Hátra pillant rám, csendben bólint, aztán mutatóját a szája elé húzza, állával a szoba túlsó vége felé bök. Jól leső melegség önti el a szívem tájékát, ahogy meglátom a fotelban szúnyókáló édesanyámat, ölében az ujjacskáját szopó békésen alvó kisbabámmal. Néhány percig csak nézem őket. Boldog mosoly kúszik az arcomra, aztán halkan kiosonok. Vastag kabátomba bújva szapora léptekkel szaladok át a szomszéd házikóig. A kertkapu, mint mindig, most is nyitva áll. A kémény szeléden pöfékeli a füstöt. A régi fakeretes ablakokból pedig halványan szűrődik ki a lámpa fénye. A csizmámat az ajtóban lerúgom, nem akarom bevinni a havat a konyhába. Ahogy kinyitom a bejárati ajtót, mennyei illatok csapják meg az orrom. A sült hús, fűszeres, fokhagymás illata keveredik a sütemény édes aromájával. Érzem a mézes kalácsból áradó szegfűszeget és fahéjat. A fenyő friss erdő illatát, és mindemellett alig észrevehetően, de ott kúszik a levegőben Marika néni illata. Az az igazi, megmásíthatatlan öreg néni illat. Csókolom! Kiabálok hangosan, nehogy megijesszem az öreg asszonyt. Jaj, Julcsikám, gyere csak be, itt vagyok a konyhában, kiált vissza. Belépek. Mariska néni háttal áll nekem, meggörbült hátával éppen a tűzhely fölé hajol, keze alól gőz csap fel. Már csak a levest kőbe főznöm, és készen is vagyok, mondja még mindig háttal nekem. Sütöttem húst, csináltam krumpipürét, elkészültek a sütemények is. Savanyút raktam el bőven a nyáron, úgyhogy az is van. A konyhaasztalra pillantok, amin most az ünnep alkalmából fenyőágakkal díszített viaszkos vászon terítő pihen. Rajta négy teríték, aminek nagyon örülök, mert ezek szerint a néni nem egyedül tölti a karácsonyt. Biztosan jön a fia a feleségével, meg a kislányokkal. Még egy egyszerű fehér gyertya is helyet kapott az asztalon. Fel tudta díszíteni a fát, amit Pista behozott magának? Kérdeztem hangosan. Persze, az bent van a szobában. Itt már nem fért volna el. Menj, nézzed meg nyugodtan, millen lőtt. Feleli, miközben még mindig a gőzölgő levest kavargatja. Átmegyek a szobába, ahol a kis asztalkán ott díszeleg az aprócska fenyő, amit az én Istvánom vágott ki a néninek. Ágai roskadoznak a csillogó papírba csomagolt szaloncukroktól. Más dísz nincs is rajt, de pontosan így tökéletes. Alatta két csomagot látok, és egy csodaszép, pihe-puha bundájú plüsmackót. A kis Luca biztosan örülni fog neki. A konyhába lépek. Mariska néni éppen elfordul a tűzhelytől. Készen is vagyok, most már gyűhetnek a Péterék. Olyan rég voltak már itt. Mikor érkeznek? Nem tudom, most már biztos úton vannak. Felelik közben a falon ketyegő órára pillant. Felhívjam őket? Fölhívhatod? Előhalászom a mobilom, kikeresem Varga Pétert a névjegyzékből, és elküldöm a hívást. Néhány bugás után meghalom az ismerős hangot. Szia, Julcsa! Szól bele Péter vidáman. Boldog karácsonyt! Szervusz, Péter, nektek is kellemes karácsonyt. Azt szeretném kérdezni, hogy mikor értek ide Eszteregnyére? Hát... majd talán 29-én vagy 30-án. Miért kérdezed? Mariska nénire pillantok, a szívem összefacsarodik. Édesanyád már megterítette az ünnepi asztalt. Ő úgy gondolta, vele töltitek a szentestét. Lehet, hogy nem szóltunk neki, amikor utoljára ott voltunk? Kérdez inkább magától, mint tőlem. Bükkfürdőn vagyunk, befizettünk egy wellness-t. Itt leszünk egészen 28-a estig. Muszáj volt az egész évi hajtás után pihennünk egy kicsit. Csend telepszik közénk, amit végül én török meg. Értem, mondom halkan, közben le sem tudom venni a szemem Marika néni ráncos arcáról. Akkor most
Mit mondjak édesanyádnak? Hát, nem tudom pontosan megmondani. Szerintem 30-án már biztosan odaérünk. De most ne haragudj, mennem kell. Rita hív, hogy menjünk a szaunába. Még egyszer boldog karácsonyt. Nektek is, és jó pihenést. Súgom, aztán remegő ujjakkal kinyomom a telefont. Marika néni kérdőn néz rám. Na, mikor gyűnnek? Nem ám most meg kihűl a leves. Nagyot nyelek, aztán kimondom, amit muszáj. Nem jönnek ma, Mariska néni. Egy hotelben vannak, pihennek. Meghajlott hátam még lejjebb görnyed, ahogy felfogja, mit mondok. Szürke szeme bepárásodik, gyorsan elfordul, hogy ne lássam. Az asztalhoz lép, elfújja a gyertyát, elkezdi összeszedni a tányérokat. Egyet sem hagy ott. Akkor majd hónap megeszik ezt a sok mindent, amit csináltam. Súgja alig hallhatóan. Mariska néni, majd csak 30-án jönnek, mondom csendesen. Felém fordul, arcán a barázdák, mintha még mélyebbek lennének, mint néhány perccel ezelőtt voltak. Akkor hónap se gyűnnek? Kérdezi. A fejemet csóválom. A néni letakarja a húst, a süteményeket. Fedőt tesz a húslevesre. Ledőlök pihenni, lányom. Elfáradtam ebben a főzésben. Csoszog a fal melletti régi kanapéhoz. Mariska néni, inkább jöjjön át hozzánk ma este. Tudja, hogy mi szívesen látjuk. Anyummal elbeszélgetnek, esznek egy jót, babáznak. Lépek oda hozzá, de ő már le is ül a kockás takaróra. Nem, lányom, menj csak haza, suttogja. Én elfáradtam. A sírás folytogatja a torkom, de tudom, nem tehetek semmit. Hagynom kell a nénit, hogy ezt a szentestét most fájdalmas magányában vészelje át. Talán majd az imádság segít neki, amit már most mormol, ahogy lassan eldől a kanapé. Ha bármire szüksége van, csak jöjjön át, mondom búcsúzóul. Az ajtóból még egy pillantást vetek rá, ujjait éppen összekulcsolja a mellkasán. Magára hagyom. Másnap reggel korán kelek, hangtalanul bújok ki az ágyból, magamra kapom a meleg plüssnadrágom és a pulcsim. A friss ropogós hóban szaladok át a szomszédházba, ami csendesen pihen a fehér paplan fette fenyőfák közt. Óvatosan benyitok, lábujjhegyen lépdelek a konyha felé. A kockás takarón ott hever a néni, ujjai imára kulcsolva, hevernek mozdulatlan mellkasán. Leülök mellé, tenyerem rásimítom a jéghideg ráncos arcára. Aztán zokogva borulok rá. Szorosan ölelem. Arcom a nyakába fúrom, és még egyszer utoljára magamba szívom azt az igazi, szeretettel teli Marika néni illatot.